Ei, ja vinteni. Älä mä glyttelee kotsi. Ai ja pidin jo ikon edes kuvataan. Minä just saan kyllä. Jätäkö mulle häätamme? No vii mä Robert, menny missä kuuntaan, että on idolaa me. Menyn kertoa, että mäkin on vain mennyt tämpäri kuulta, kun sälyykö terveet, että mä jään kyllä ennen yhden meikä moni. Mii pian fattin näkele, että mä tänne miettä kerran, min kotuuna kesäkin tänä. Mä oon otu. Gör det. Gör hon som det kan vara mitt. Föda, ma butta butta. Bio, bio. Hey, vitsa no fino sago. Pointis on kiva, että iskuntaan! Mikä gigolo? En sano missä kuudaan ää, se on missä tämmöä. Ai, se on kuudaan, mä en ispäin voi jo fein. Mikä on välätä? Ei lähtöä lappaa välätä. Ai no, se on se, että... Ai, minä ne! Mä tämän tyyppänä ruumeet, mihin sä juu ruoka vaikka? Fää kellä töydäsen, yhvedet kellä, että fokat numero kaartsi, vörtnumero, kot meg megveet. Tässä siirtää rätyyryn, kello leven kuultaro, motskos distoja. Mä kossa sut toi mäkkiä mä sitten enkä tisi, että mun on pesäätä. Ok neen kyllä, ei tehdä, ok neen kyllä. Rohit ja murut. Muszáj voltam szépen felöltözni, hogy ügyvédet tudjak fogadni, hogy be tudjam perelni ezt a bánatot. Na, hát én meg beálltam a BKV-hez, a sofőrnek, de nem tudom ki harcot. Olyan tehetetlennek képzel magamat. Ez az! Képzeld el! Képzeld el, Gultár! Tere van már a tököm az egészszel! Itt azt akarják az emberek, hogy túrjam nekik a kunkát, aztán még fizetni akarnak érte. Meg még itt arcoskodnak nekem, hogy hé, ide figyelj már, ide, Larry, ha valami bajod van, akkor szóljál ám. Hát figyelj már, mi vagyunk én, bazd meg. Nem lehet az ember rendesen csöves. Aztán össze-vissza verik az embert, érted? Össze-vissza verik az embert. Aztán meg még karcsi is feláll rendőrök, azt a Robertet itt szopatja nekünk. 15 hónapig voltam börtönben, érted? 15 hónapig azt a dröhögött. Tudom, miatt Kacs beállt itt a rendőrnek, azóta volt egy álmunk, miután elkezdtünk dolgozni. Hogy nyitunk egy busztársaságot, de nem. Elment rendőrnek. Múltkor is felmentem meglátogatni, aztán úgy elrohant mellettem, hogy észre se vett. Felhordja az olyan, te nyomorult csöves. Nagyon fogja! Innen meg csak úgy lopta kifele a bocskát meg a kábítószert, azt játszotta az eszét, hogy vajon mi ez kábítószer? Biztos a kukából van meg ilyenek. Akkor finnyáskodott játszott az eszét a rohadt rendőröknek az a bánat fejé. Begyartolt magát a nagyon konzultát. Na már elég ebből az egészből. Szerveze izé! Fogjunk el valakit a faszomba! Vigyük el a boltba! Aztán tudod, emlékszel, még mondták azt a bolti melót, kérjük be, hogy küldjék be oda a kareszt! Az úszért cserébe! A kareszt azt neveljük meg egy rendesen! Megneveljük a karcsit rendesen! Úgy megnevelem! Ezt mi jelent, hogy megnevelitek? Megneveljük! Megneveljük! Nézd meg! Larry, ne! Már ne! Mit csinálsz? Hát most már nem, hát be vagy nyomva, azt mondja, ha meghúzod. Mert mitől féltek, hát én nem bántok senkit, így ráfogom majd a karétra a fejben, aztán... Ne rám, érted, ne rám, menj már! Menjünk után! Adok neked is fegyvert! Kikerjük a karcsot! Végzünk a piszkos disztóval! Aztán az összes mocskos árulóval! Aki megpróbál megállítani minket! De folyamatban van, érted? Még van 20 perc, most még nem tudtok túszokat szedni, hát.
Jó, hát én értem, hogy miről van szó, de, de Gundának jónak kell adni a puskát, meg egyebek, érted? Van idő fölkészülni. Hát az van itt a csöves tároló a puska, nem? Na hát persze, de nem tudja Gundán, hogy hogy kell használni, meg kell neki mondani még azt is. A gyerek Gundán! Lelőjük az összes mocskos kutyát, végzünk nem, az összes kapitalista szarrázi disztóval! Még bebizonyítottad! Te is, hogy közénk tartozol! Nekem kell valami alibi, mert engem fognak gyanúsítani. Alibi nem kell neked, alibi neked az kell, hogy még utoljára kitartsál a spanyai mellett, a csöves társaid mellett! Végzünk a kapitalista rendszerre, kivégezzük az összes disztót! Hát mit adjak, adtam tekilát, sört, bort, mi kell még? Kávétószert adtam, mi kell még? A Gundára adjuk oda a pisztolyt! Töltsük is meg neki a pisztolyt, meg ő is kapjon enni, inni, még így utoljára, hagyj így a meg, hagyj szíja föl magát! Méltósággal fogunk kiállni a rendszer ellen! Ugye Guldán! Gyere Guldán, gyere, érted, gyere ide, bújjunk el! Ez nagyon beteg! Ez egy nagyon beteg, szervusz Máté! Hát ott van a fegyver, beveszed a kezedbe a tárat is, meg a fegyvert is, és betöltöd, érted? Most nem, mit mondjak? Jó helyen vagyok, jó időre! De ezt tetszeni fog most, ezt tetszeni fog! Egy olyan igazi, isteni mészárlásnak fogsz a szemtanúja lenni. Ugye, valaminek, amit reméljük, hogy jól tudunk kivitelezni. Mert a kezedbe azt is, meg a tárat is, érted? Azt akkor be tudod tölteni. Óvatosan, érted? Ne lövöldözél, mert ide jönnek a rendőrök, azt ellövöd az esélyeteket. Jóra, vigyázni kell, mert meg kell most fizetni az összesnek! Nyugyon úgy gyöngyinkét is meg kéne tüntetni, mert össze-vissza a izélen kever, az is van, inzultál folyamatosan. Azaz, jó van, de most már meg ne húzod, azt érted. Ne rám, tarts, te nyomorult. Na, enni innit van, érted? Steak, érted? De lehet, nem most, nem most kábítószer, ez be magad, te állat. Na, menjünk akkor! Menjünk! Tegyük meg, amit meg kell tenni! Velük tartasz, Robert! Velük tartasz! Hülye vagy, persze, ezt engem meg lecsuknak. Nem vagy igazi csöves, neked is! Lefizet a mutyi! Menjünk! Téged vettük a mutyi, honnan van az autód, mi? Honnan van az autó? Elköltöttem a koldult pénzemből! A mutyitól van, a mutyitól van. A nagybüdös lófasz! Azt honnan van az a fasz a öltönyön, újra szoktál járkálni, az is a mutyitól van. Azt is koldultam! Persze, leszokott itt is a mutyinak a faszát, nem emlékszel? Persze, hogy szokkodta a legbüdös lófasz, szokkodta a mutyinak a faszát! Pedig igaz. Ne szólogassál, mert Robert! Még elnézzük neked! Jó barátunk voltál, mert még itt támogattál minket itt a végén, de... Hát hogyne? Meg Guldár! Nem akarod te ezt megsérülni a izé előtt? Battadj meg Guldár! Elmegyünk! Végzünk ebben a nyomorúttal! Kutya fáját neki! Jelöld meg a Marika bótyát! Mert jelöld meg a Marika bótyát! Marika bótya visszafele volt, de... Jó. Alig látok valami. Dani, balra! Jobbra! Ha nincs itt egy ilyen senki előbb, kell valaki! Merre találunk szerinted valaki?
Hát szerinted? Na neki nem jönnek ki a rendőrök. Adja ma, segítsél ma, olyan hol a faszomba találunk egy hirtelen embert, hogy én tudom én. Megjelöld meg a Marika bótyát, mert nem fogom visszatalálni. Hogy megfizem mindenért, nem így kacsikám. Álljál meg! Álljál meg, kis rover! Álljál meg! Na, pattanjál be, de kurva gyorsan az autóba, amíg szépen mondom! Pattanjál be szépen, gyorsan pad meg, amíg szépen mondom! Beülsz a gyorsan, gyorsan beülsz az autóba, oda hátra! Gyorsan! Gyorsan! Nem akarok oda beülni. Gyorsan, fogd rá, lök be, lök be, úgy, gyorsan, gyorsan. Jó van, Guldár, fogd rá a fegyvert, meg se szólaljál. Amit te tudsz rá, hogy mondunk, minden nagyon fontos lesz ám. Lesz majd kaján, meg piát, hazamész az asszonyhoz, mindenki nagyon fog téged szeretni. Gyorsak leszünk, mint kacsafenekéből a szellentés. Várjál már, merre van a Marika bótya? Ja, már látom, jó van, rendben van a GPS-en. Be van jelölve, mióta? Mit? Egy kérdésre mehet? Be mondja gyorsan. Ez direkt van, hogy nincs rajtatok maszt egyébként. Nincsen már Covid. Na, segíts neki, Guldár, segíts neki. Tudom, hátra kell bemenni, ha elgesz. Mert beszorult az áram! Na! Pont ide jöttem egyébként. Na jó, van mindenet, kajápia, ne mocsonok! Ne mocsonok el! Van kajápia, mindenet, gyorsan mondja, gyorsan! Egyik sincs, mert most kertem a mi az kórházba. És hogy érzed magad? Szarul érzed magad? Jól érzed magad? Hát, most szarul, mert volt rabláson megyek, szóval. Jó van. Figyelj, Guldár, én emlékszem, hogy hogy kell beindítani itt a riasztót, vagy mi a tökövet, hogy kijöjjenek ide a zsergyákok, ne engedjél be senkit, na, menjél be kisfiamat hátra. Mutassam, megmutassam, gyertek. Szépen előveszed a feszítővasadat, ami van nálad. Nincsen ilyenem. Hát akkor pisztolyod, bemész arra a festett körre, éppen rágondolsz arra, amit ott kiír, a izére, azt ennyi. Jó van, rendben van, jó van, Guldár, figyeld! Vagy, hogy működik rá, te meg, oda, ülj le, nagyon jó, figyelj, Guldár! Jók vagyunk, Guldár, jók vagyunk, megpozduljuk a kacsit. Buzutálunk a Robertért, meg mindenkiért. Nyomorult el nyomó rendszerez. Hát miért gondolja ezt, uram? Megverik az ártalmatlan csöveseket az utcán. De hát ez mondjuk igaz. Meg elítélik őket. Azért, mert csövesek. Aztán azért mindenféle hülye munkákra bankarnak minket fogni. Ugye, Guldár? Mi van, Guldár? Hát jöjjenek szerelőhöz. HKS-be dolgozom én is. Hát én nem akarunk már ilyenekbe gondolkodni, Guldár! Hát legyél már, mondjál már valamit! Mi baj van? Szóval megfizet az összes kapitalista barom! A MODS-re szavaztunk akkor, amikor ide érkeztünk a városba, aztán nézd meg, hogy mi lett belőle, Guldár! Nézd meg, hogy mi lett belőle! Ugye fáját neki! Megfizet a rendszer! Mindenki megfizet!
Itt vannak már ezek a nyomorult rendőrök, Guldán! Valaki... Mi van? Valaki jön be, addig beállok ide akkor. Nem kell beállni, hagyd a picsába, nem kell, hogy... Hajolnék! Várj már megint a vízi a rózsaszín aljú kislányát! Remélem, már másodjára találkozunk, hát remélem most nem menstruál, mert legutóbb nagyon véres voltál ám. Nagyon Isten szép kis hölgye, miben segítetek néked? Mit nap volt? Tessék? Jó, addig bemegyünk tárgyalni. Na, szép napot. Nem problém, mit kérlek? Bemutatkoznék. Meg mutatkozzanak be, mit tartottunk egy kis antifet, amit a izé a Playpoint vagy valamit? Nem, bemutatkoznék, Elza Parker vagyok. Micsoda? Elza Parker, főtörzsermester, jelvényszámom 4884, én lennék a túlszergyelő, illetve Stázi lenne a kadét, aki bejött tanulni. Stázi, légy szíves, mutatkozz be, nem tudok beszélni. Üdvözlet, Anasztázia Zamolocsikova, Irinyi vagyok, vagy Irinyi Zamolocsikova, még nem tártam ki, de amúgy valami ilyesmi, és 91-12-es a jelvényszámom, és én vagyok a kadét, üdvözletem. Egy Guldárik, én vagy kurva sokat szívtam a palacuszból, amit a Robert adott, vagy ezt most komolyan gondolják, hát... Hát jó, hát... Figyelj, a lényeg, hát... Figyelj ide, kislányom! Van egy ott ül bent, igen, adtunk neki cukorkát... Szép meg. Napot! Hát, mit csinál? Bemegettem meg, kurdára! Lehet szépen hallani egyébként? Persze. Lehet, igen, idáig hallom. Persze, jó vagyok, minden rendben. Kurdára! Nagyon jó, tehát akkor itt a túlszárnyaló beszélnek. Lerádióznám, hogy 2 darab elkövető van, illetve 1 darab túlszal, mind a 2 darab elkövetőnél lőfegyver található. Hát... Kis angyalom! Már nem akarlak megsérteni, megengedtem nektek, hogy ide bent rádiózzál nekem! Persze, mert túlszárgyaló vagyok, érti? Anélkül nem megyek. Hát akkor miért nem elinti? Miért nem intézi a bolton kívül? Ja, hát nyugodjon már le, hát ön rabol boltot. Kinél van a fegyver? Nincs fegyverünk, uram! Átkutatok nincsen nálunk fegyver. Uram, igazából... Nyugodtan fenyegessen, de nagyon jól tudja, hogy konkrétan több 10 kolléga kint van. Milyen több 10? Nem tudja kimondani, hogy tucat? Én vagyok a csöves osztály, nem tudja kimondani, hogy tucat? Látod, Guldár, mondtam én, hogy szar a rendszer, az egész rendszer szar! Ja, bocsánat, itt volt elég. Semmi baj, persze. Azt szóval akarjuk, a túlszér cserébe azt akarjuk, a túlszér cserébe azt akarjuk, hogy a karcsit! Hozzák ide! Maguknál rendőr, bát kadétnak, a karcsit akarjuk! Őt küldjék ide! De ki az a karcsi? Egyéb mondja be abba a rádióba, ott a vállán, hogy karcsit akarjuk! Itt az elkövetők szeretnék Haller Károly urat, nem tudok beszélni. Az a túszér cserébe, mert nagyon mérgesek és fogják itt a fegyvert, meg minden. Mi jó, hogy mérgesek vagyunk? Hát nem véletlenül vagyunk ki! Egyfolytában fenyegetőznek és Haller Károlyt szeretnék. Azonnal hozzák ide azt a mocskos disznót! És takarodjanak ki a pontból! Nem vagyunk kíváncsi magukra, meg a süket dumájukra, meg vigye ide a kadétját, mielőtt az is az életét veszti! Kifelé a pontból! Most mondom, hogy ne tarts a lelvényes fegyvert, nem csináltam semmi rossz... Kifelé! Azt mondtam, kifelé! Mivel, hogy... Ők nagyon mérgesek, fenyegetőznek, és folyamatosan... Gyerünk már kifelé a pontból! Hányszor mondjam el! De túlszárgyalók vagyunk. Már elmondtuk, hogy mit akarunk! Kifelé innen! Jó, rendben. Most küldtek ki. Hihetetlen! Mocskos rendszer ez! Fiam, bazd meg, gondold át kétszer is, bazd meg, hogy ebben az országban akarsz maradni! Nézd meg, bazd ki, a felnőtt izé bejönnek itt a emelt orra, meg minden, azt se tudja, hogy mit akar, aztán elkezd magyarázni, meg úgy néz ki, mint valami bohóc, hát milyen rendőr ez? Hát én már átgondoltam, persze, hogy
Elköltözök, de hát nem. Milyen rendőr az ilyen bazdmeg, Múzár? Milyen rendőr ez? Szomorú vagyok. Hölgyeket, amikor kellettek volna. Bezzeg a mi időkben ilyen nem volt! Miért, ha szabad tudni, uram, mennyi idős? Én mennyi idős vagyok? Igen. 45. Hát akkor miért nem idős? Maradjál már! Én vagyok 18. 18? Van vagy 25 éves a hangod. Aztán odan van neked 18 évesen ennyi lóvét széljen varatni magadat? Tehát kurva drága a tetkóam! Van fiam, hát... dolgozó? Én nem dolgozom, soha nem dolgoztam. Inkább vigyel! Hát, néha szoktam inni, de HKS szerelő vagyok, szóval... Hát itt van a... Ez kortyódjad meg! Várjál! Jó fél orosz vodkát, próbáld ki! Köszönöm szépen! Mire fogalmam? Hozzák ide azt a gyomorult karcsit, majd meg! Hozzák ide a karcsit, mert... Például a mérkesek veszünk, hogy széjjel lövünk mindent! Léri. Hát karcsi! Na. Karcsi, nézd meg, kultár! Itt a disztoja, itt a disztó! Húha, bazsak, Léri, nyugodjál már le! Mi van? Elárultál minket, beálltál a rendőrök! Én nem csináltam semmi rosszat! Mi az, hogy nem csináltál semmi rosszat, karcsi? Mi az, hogy semmi? Volt egy álmunk! Nem tehetem a kezembe, Léri, na! Volt egy álmunk, hogy vagy... Busztársaságot alapítunk. Te elmenti rendőrnek azok után, miután én megbuktam. De hát nem én tétek rá, hogy megbuktál. Aztán meg még a Robertet is megvered, meg fenyegeted, meg ilyenek, azt összeálltál a golyófejű őrnagyjal is. Nem álltam össze a golyófejje. Na jó, figyeljétek. Beszéljük ezt meg, jó? Beszéljél, bazd meg, beszéljél, mondjad már! Várjunk, akkor te erre üzébe kell rádiózni. Mi az, hogy be kell rádiózni, bazdmeg? Az életed van folyamatosan, aztán itt a rádiózgató, meg ilyenek! Már az izé kötelességem is. Na, figyú. Mondom, mi legyen, jó? Akkor engedjétek ezt a nyomorékot ott bent, na, légy szíves. Elengedjük, odaadod neki a rádiódat. Igen, így van, adod neki a rádiódat, kacs, gyerünk! Menjél befele, feltett kézzel, odaadod neki a rádiódat. Jó barátok vagyunk. Tiszteletem. Károly beszél, azt szeretnék, hogy odaadjam a rádiómat a túsznak és akkor elengedik. Milyen mi az, hogy a rádiózol? Adod neki a rádiódat! Hát, jó, csak mesehol, akkor ne, így tudják mi van. Na, gyorsan csináljad! Jó, odaadom, csak lecsatlakozok a rádióra. Jó van akkor. Tiszteletem. Álljon föld, uram, jó napot kívánok. Jó napot. Milyen? Kibaszott udvariasság ez már kultára! Nem bántottam, köszönöm szépen. Odaadta neki a rádió, sársa. Odaadta megerősítő, odaadtam a rádió? Így van. Rendben. Akkor most már engedjétek már a gyomorékot. Kísért ki, Guldán! Nem, Karcsi, te itt maradsz! Te itt maradsz, csak a csávó megy ki! Gyerünk kifele! Húzzál, ne is lássuk többet! Gyerünk befele, Karcsi! Húzzál befelé, Karcsi! Jó. Gyerünk befelé! Figyeljen, Guldán az ajtót! Mi történt? Ki lőtt? Ki volt az, Guldán? Szedd össze magad! Guldán, szedd össze magad! Itt a bosszú! Miért csináltad ezt, Karcsi? Miért csináltad? Te szemét disznó! Vigyázz, Guldán! Te áruló disznó! Végezzünk az összes mocskos árulóval! Vége a rendszereteknek, disznók! Oh.
Megvan mind a kettő. Na. Jó. Na, na hát... Bebaszd meg! Bebutfenteztet! Hát, ha nem történik volna meg ebben a nevetéssel az így szét, akkor tök jó lett volna egyébként. Ez átfogtat az uliemben. Elveszünk tőle az éres lőfegyvert. Itt vagyok. Egyébként nem volt olyan rossz ez a verekedés is kellett itt a végére. Egyébként egészen élveztem ezt a dolgot. De utána hallottam, hogy menjünk be, utána be. Hát most már beállt, akkor már bementem, várok többet. Ennyire gineket leszettem. Na hát ennyi lett volna a stream, köszöntöm, hogy itt voltatok, azért rögzítettük. Ennyire lehetett. Hívtam meg én. Szervusztok. Karcsú, valami van? Te lőtték?